Üdvözlök mindenkit, én Sonic, azt látjátok a Dark Souls 2, Scholar of the First Sin végjátszása, Death Punch, azaz kipofozós karakterrel. Nem is húzom az időtöket, haladjunk szépen sorban, hiszen szükségünk van a Dark Larkerre, igazából opcionális boss. Nem kell, nem kötelező megölni, semmilyen úton módon nem befolyásolja a végjátékot. De hát ez egy olyan fajta sorozat, ahol én minden egyes bosst, legalábbis az original bossokat, azokat kipofozok. Az, hogy a DLC-vel mi lesz, azt nem tudom. Majd azt meglátjuk, hogy hogyan lesz, miként lesz. No. Következő történés, meg kell látogatnunk az öreget, háromszor is, és be kell lépnünk a kovenantjába. Ó. Oh. Probléma. És már csak az a kérdés, hogy hol találkoztam vele utoljára. De szerintem a Drangleic kastélyban. Ja. Ott. A Drangleic kastélyban találkoztam vele utoljára. A fene egye meg. Ja. Úgyhogy... irány a kastély. Az első... Nem ez a bonfire kell, nem. De mondjuk innen is tudok menni hozzá. De inkább nem. Ide le. Szerintem itt találkoztam vele utoljára. És ugye még nem léptem be a kovenantjába, az volt a probléma. Ja. Itt vagy? Itt vagy, hello. Igen. Hát, hogyha lennél kedves, megmutatni nekem a sötétséget. Köszönöm. De én ezt szeretném amúgy utoljára hagyni. Mindegy. Arra amúgy szerintem ez a legkönnyebb. Hát akkor irány előre. Igen. Tudom már, mit fogok csinálni. Kitakarítom. Nem. El is vetettem ezt az ötletemet. Inkább máshogy csináljuk. Hú, mennyit majdnem leestem. Oké. Okay. Gyere, barátom. Égyni. Kell nekem egy láng pillangó, vagyis inkább fákja. Az, hogy a Dark Lurkert meg tudjuk idézni, úgymond, ahhoz. Hú, bocsánat! Minden ilyen helyen ki kell pucolni mindenkit, és meg kell gyújtani ezt a mágiát. Ezt három helyen kell megtenni. Ebből a háromból meg volt az egyik. Ahol kaptam mágia sanyargatót, mekkora királyság. Hát igazából most már ezt eltehetem. Hoppá. Jó. És már csak te maradtál hátra. Gyere! Szia! És ha minden ellenfelet elintéztél, akkor kinyílik a továbbvezető út. Egy megvan. Mélyült a kötelezettségre, a szövetséget felé, és rangot léptél.
The dark beset upon you runs deeper than I had imagined. Kösz. Let us see just how much dark you can endure. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. Köszönöm! No, megveszem ezt a hármat, mert szükségem lesz rá majd. Hát a fényvarázsat arra nem van szükségem szerintem, úgyhogy egyelőre ennyi. Beléd is. Na, akkor irány a másik kettő. Most akkor visszafelé haladunk. Megyünk ide a rejtett kamrához. Mert ugye ott is találkoztunk vele egyszer. Hát remélem, hogy az invadert nem kapom meg. Most kivételesen, mert most úgy nem szeretném megkapni. És megkapom, nézd meg. Neked egy emberi képmást, csak nyisd meg az átjárót, légy oly kedves. Jó, tessék. És nem tudok belépni, mert a mocskos invader itt van. Aj. Annyira utálom az ilyet. Kicseszik velem a játék. Behozta az invadert, és amiatt nem tudok belépni. Hát jó. Akkor kénytelen vagyok megölni az invadert. Nincs más választásom. Szerencsére az óriások nincsenek itt. De itt vannak az óriások. Akkor tévedtem. Mindegy, nem foglalkozunk velük. Na, hol lehet az invader? Aha, szevasz! Guli! Tudsz engem követni? Gyere, barátom! Gyere ide be! Köszönöm kedvességedet, hogy méltóztattál megdögleni. Mert miattad nem tudtam bemenni abba a sötétségbe. Köszi! No. Jó, ti úgyis ellesztek egymással. Menj egy kicsit odébb, köszönöm. Hogy. Most már beléphetek. Hihetetlen, hogy erős gondoltak a készíték, hogyha invader van, még abba se tudsz belelépni. Véletlenül se. Áj. Nem emlékszem erre a részre. Utálni fogom. Na gyere, nem te! Gyere le nagyon gyorsan! Pontosan ezért a hülye pirom mondta miatt. De hogyha ide eljövök, akkor csak az egyik jön erre, és a pirom mondta lesz az.
akkor azt ki tudom pofozni. Gyere, gyere, gyere! Aj, de jó vagy! Köszi! Mit osztattál megborulni? Na gyere! Megvan a ritmus. Ez az. Te is megborultál. Ó, majd mindjárt felszedjük. Köszönöm. Egy kis mágia sanyargató, mindig jól jön. Amúgy nem tudom, mit varázsolt. Lehet, hogy gyógyítót, gyógyvarázslatot csinált magára. Azt hitte, hogy ki tudja magát gyógyítani az ütésemből, de nem. Na, itt is van egy ilyen mágia tartó. Úgyhogy ezt is szépen begyújtjuk. Pontosan. Nem. Így. És akkor... van itt még kettő szimpatikus úriember. Ebből az egyik észrevehetne. Ez az, gyere, 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 gyere. 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 Hogy az a jó mocskos... Fú, bazd meg. Mert gyorsabban nem tudok inni. Mert véletlenül se tudnék gyorsabban inni. Mindegy. Utálom ezeket a dolgokat, ezt a részt utálom közel hajti karakterként. De tényleg. Igen, emberi képmást odaadjuk. Nyisd meg nekem, légy szíves, mennem. Vissza kell mennem. Mert ezt egy szúszra kell megcsinálni. Tehát meg kell ölni mindenkit, be kell gyújtani azt a mágiát, és úgy kell végigmenni az egész hóbelebancon. Ha ez nem sikerül így, akkor cseszheted. Gyógyította vissza őket. Nem baj. Na valaki jöjjön. Gyere, Piromonte, gyere, 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 gyere. Na, nagyon ügyes vagy. Jó, egy mínusz. Jöhet a haverod. Tudod mit? Full HP. Nézd meg, ő is gyógyít. Oké, egy mínusz, vagy egy kettő mínusz. Szevasz. Kapok mágia sanyargatót, király.
Először fölcsalom, aztán majd utána visszajövünk ide a mágiához, csak ne felejtsem el. Gyere. Hogy rendben, itt a kocsonya. Szevasz. Na, akkor most gyújtom meg, mert most már csak egy ilyen hülye gyerek van itt. Azt meg azért remélem. Bízok benne, hogy le tudom verni. Kisebb gondok nélkül, esetleg, talán. Faja. Egy kicsit töltünk egy kis életerőt, nem sokat. Na, hol vagy te, Piromonta? Ja, mert meg te is itt vagy. Nem. Egy. Na. El is megvan, nem dobtatok semmit, nagyon szépen köszönöm. Mehetünk akkor a harmadik felé. Szerintem ez amúgy a legnehezebb. Tehát ez, ahol most voltunk. Hol vagy, öreg? Jó, nem mondasz meg semmi újat. Akkor irány vissza. Legutóbbi bonfire-höz, és akkor megyünk a harmadikhoz. Aztán meglátjuk, hogy mennyit sebzek a Dark Lurkerre. Hogyha keveset, akkor nyomok egy Homeward Bond. Nem fogom kockáztatni az izét, a lelkeimet. Ide. Most már ide kell jönni. Ezt meglátjuk, hogy mi merre hány méter. Mondjuk szerintem ez a legkönnyebb, mármint a sötétség útjához képest. Tehát a három közül ez a legkönnyebb, viszont ehhez kell szerintem a legtöbbet futkorászni. Mert a másik, amit én ugye mindig szoktam alkalmazni, ott ugye instant ott van mellett a bonfire, tehát az azért jó. Ezt már hallottuk, igen. De majd nincs nyitva, azért adunk emberi képmást. Hogy kinyisd nekem. Igen, azt kívánom, hogy hadd menjek. Meg hát azért is könnyebb ez szerintem, mert itt csak négy ellenfél van összesen. Mondjuk abból három távolsági. Úgyhogy az azért necces. De hogyha valami utó módon meg tudod oldani, hát akkor hajrá. Na? Gyere, barátom. Nézd meg, fellök. Alakult, ahogy terveztem. És nézd meg, löpköd. Még véletlenül se.
Ez hülye. Na, meghal, teljes. Köszönöm. Egy osztottál megdögleni. Na, utolsó fákja, tartó, tűztartó. Azért nagy szemét, azért oda lelökött volna. Ezzel a sok lökdöséssel. Az volt a cél ennek a mocsadéknak. Ha mondjuk itt nincs luk, itt van a luk amúgy. Ide leengedett volna. Vagy hát... ide szeretett volna engem lelökni. Jó. Működik ez. Csak túl korán álltam rá. És itt van az utolsó. Na menő. Gyógyítunk egyet. Nem. Ide beteszem a tollat. És megnézzük, hogy mennyit sebzünk a Dark Lurkerre, mert most már ő következik. Szevasz! Nem tudtuk megnézni. Sajnos. És most oda van 42 000 lelkem, úgyhogy kénytelen vagyok visszamenni. Mivel úgy dobja vissza a lelket, hogy nem a Dark Lurkernek a... zébe, pittyébe dobja vissza, hanem... ahhoz... a... hogy fogalmazzam ezt? Tehát a boss runnak a leges legvégére dobja oda. Még mielőtt leugranál a Lurker bácsihoz. Vagy nénihez. Az, totál az vagyok. Köszi. Jó. Áj! Nyisd ki, légy szíves! Mert az a 42 000 lélek azért mégiscsak 42 000 lélek. Na és most megint ezeket el kell intéznem. Hogy rohadjatok meg. Majdnem belehaltam. Nézd meg, áll. Szevasz. Majdnem leestem. Vagyok egy centivel megyek el a izé mellett, a szakadék mellett. De nekem is van sok eszem.
irányra felé. Köszönöm. No. Köszi. Így meg tudom szerezni a lelkeimet. Na szóval lemegyünk Dark Lurkerhez. Megnézem, hogy mennyit sebzek rajta. Szeretném megnézni. Hát nem sokat. Úgyhogy hazamegyünk. Szia! 52 000 lélekkel nem fog itt futkorászni. Ezt elköltjük szépen. Láthattátok, mennyit sebzek rajta? Nem sokat. Nagyon-nagyon keveset. Úgyhogy ő nagyon-nagyon kemény. No, kérek szépen szintlépést. Húszezer lélekből veszünk sok életkövet. Hogy ne tudtad? Persze, hogy tudtad, csak nem sejtetted. Király. Megveszünk egy bombát, nem ért is ne. Oké. Okay. Nem ide akartam jönni, hanem ezt a tollat akartam mindenki szedni. No. Akkor megyünk a régi, jól bevált utamon. Innen, a Drangali kastély alatt lévő sötétség kapun keresztül vezet az utunk. Ez lesz szerintem a legegyszerűbb és legoptimálisabb. Így né. Nyisd ki nékem. Megérint a sötétség, vagy én érintem meg a sötétséget. Az se rossz. No. Menjünk, azt pofozzunk ki mindenkit. Mert sajnos mindenkit ki kell pofozni mindig. Mágia felszabadulás. Szerintem az az volt. Na gyere csak ide, barátom. Ez jó, amúgy tőrös karakter is. Mert le tudja darálni amúgy a HP-dat nagyon-nagyon durván. Neki is csak egyszer kell téged elkapnia, de akkor véged van. No. Hát most nem sikerült lelöknöm. Oké. Okay. Teljes életerőt kérek. Szerintem tuti nem lesz meg elsőre, de megpróbáljuk. Valami. Teljes lesz az életerőm, és akkor úgy megyünk. Mert ez tényleg iszonyatosan erős. Vagy hát nem az, de erős is, de
Az a gond, hogy szívós is egyben. Hát... most nem tudok valamit csinálni. Ez most megvárjuk. Hét, utas. Valóban eltere a portált. Hát igen, a Dark. Ez eléggé kemény egy dolog. Lézerezzé csak. Két utas. Na jó, hova mentél? Oda. Most jönnek a problémák. Már ketten vannak. És figyelni kell mind a kettőt, hogy mit csinál. Nem jó. Egyet tudtam ráütni. Lézerezik. Basszus. Az is lézerezik. Ez így fog működni, srácok, lányok, mert ennyit sebzek.
Ja, jó. Bazd meg. Meg szerencsé, hogy meghaltatok, bazd meg, és még utoljára még így nyomsz egy durrantást, mert érne. Jó. De srácok, lányok, lényeg a lényeg. Meg lett a Dark Lurker, hála a jó égnek. Talán tizedikre. Hát ennyi emberi képmást fogyasztottam el, mert ugye kellett egy mindig, hogy kinyissam a íze kaput, meg kellett egy ahhoz, hogy emberi alakban legyek, tehát full életerőn. Meg annyi, hogy kivettem, harmadik sárkánygyűrűt tettem be a kőgyűrű helyett. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Picit megnöveltem a HP-mat, megosztam minámat. Young undead, you've discovered the truest dark within you. A deep, deep dark it is. Annyira mély, olyan mély a sötétség. We must all face. We need the abyss more now than ever. Na, Santos set. Hát, több emberi kép más nem tudok venni sajnos. Köszi. Köszönöm. Na, srácok, lányok, akkor ez a rész ennyi lenne. Visszamegyünk Majulába. Elköltjük ezeket a lélek mennyiségeket. Azt elköszönök. Majdnem megvan a 40-es ügyesség is. Na, hát akkor srácok, lányok, köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szoly voltam, legyetek jók, írjatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és a következő részben sok bosst fogunk elintézni egymás után, és valószínűleg az lesz a befejező epizód. Legyetek jók, sziasztok!